Úgy volt, hogy véletlenül csillagos ház lett az, amelyikben laktunk addig. Az a kép él bennem, ahogy a folyosón, de nem értem, hát nem volt még hordozható rádió. Valaki valószínűleg kitette az ablakba és bömböltette kormányzó úr szózatát, amelyben közölte, hogy kilépünk a háborúból, és megszűnt. Mondta, hogy átállunk a másik oldalra, ezt nem mondta, de azt, hogy a szövetségi rendszerből kilépünk, azt mondta. Bömbölt az egész házban ez a szózat. Mi gyerekek ott játszottunk a folyosón, de azért nem voltunk mi annyira gyerekek, nem engedte meg nekünk már a világ, hogy annyira legyünk. Ez mi olyan, egy normális 9 éves gyerek nem szarik arra, ki melyik vezér milyen szózatot rendez, vagy mond el a rádióban, de mi nem szartunk erre, nagyon nem, és boldogok voltunk. Én a magam emlékeit mondom persze. Aztán néhány órával később jött a hír a nyilas hatalomátvételről. Néhány héttel később lekolompoltak az udvarra és vittek. Mint hogy ez egy jól szituált zsidó, hát nem volt ez zsidó ház, számos keresztény is lakott a házban, hogy ne mondjam goly, és ezek a keresztények nagyon rendesek voltak alapjában hozzánk, de hát nagyon sok volt a zsidó itt, de ezek mind jó szituált zsidók voltak, a Nádor 19-ben nem proli zsidók éltek. Tehát mindenkinek volt, jó pénzen vásárolt, svájci, pápai, svéd, mit tudom én, ilyen menlevele, tehát minket úgy automatikusan vittek az Újlipót városi védett gettóba, ami hát azért sokkal kellemes volt, ha ezt lehet erre mondani, mint az másik gettó, mert nem volt körülfalazva, mert ezer dolog. Oda vittek, és ott szélnek keresztettek minket a Pozsonyi úton, és a Pozsonyi út 20-ba bementünk a lépcsőházba, és a nagybátyám, az ő családja is ott lakott velünk a Nádor 19-ben, akkor ők találtak valami helyet a házban, mi nem találtunk helyet. Apám nem volt egy nagyon élelmes egyedem. Anyám igen, de az ránk vigyázott, nem is annyira rám, mint a 2 éves húgomra. Úgyhogy ott aludtunk a lépcsőházban, aztán apám másnap talált a Tátra utcában egy helyet. Most egy kétszobás lakásban 40-en, én a zongora alatt, kaja nem nagyon volt, néha elment valaki, kisétált, aztán nem jött többé vissza, minden másnap lerendelt, nem tudom, hogy minden másnap, lehet, hogy csak hetente egyszer lerendeltek minket a nyilasok az udvarra, aztán szelektáltak, hogy kimegy a Dunapartra. A háborús események is végezhettek volna velem, mert ott fönt főztünk mindig valamit, amit tudtunk egyáltalán, amikor a ló megdöglött a ház előtt, akkor gyorsan rohant az egész ház. Na most, akkor lerohant, szereztünk húst, Laci konyha, nem tudom mi, honnan szereztük a tüzelőt, és akkor egyszer csak bum, becsap egy gránát a folyosó szemben lévő végébe, és hát ha 15 méterrel arrébb jön, akkor most nem vagyok. Meg vízért le kellett menni az udvarra, már nem volt víznyomás, ugye, és ott nagy nehezen lehetett egy kannányi vizet összeszedni, egyszer jön egy repülőgép, és elkezd ottan géppuskázni. Én rám, mert ottan valaki mozog, aztán valahogy a falhoz húzottam, és neki se sikerült. Szóval nem sikerült engem kinyírni sem a nyilasoknak, sem a háborús eseményeknek, sem semminek. Lehet, hogy egy 9-10 éves gyerek még nem gondolja ezt át, de akkor is interiorizálja, hogy az életemet csak ráadásul kaptam én. Úgy éltem, ha visszagondolva azt a 10 hónapot,
mert ugye 10 hónap volt mindössze, márciustól januári, hogy biztos voltam benne, hogy meghalok. És ahhoz már elég nagy voltam, hogy tudjam, hogy ilyen van, és tudjam, hogy ez így működik, és így tovább, és így tovább. Általommal szembeni közöny az lehet, hogy ebből adódik. Az élete úgy alakult, hát mások is voltak, akik 18-19-ben lelkes és aktív kommunistákká váltak, aztán látták, hogy mivé fajul ez az egész ügy. Hogy már úgy is indult, csak ők ezt nem vették észre, vagy az ördög tudja, és akkor búcsút intettek a dolognak. Csak hogy ez neki, ez a lehetőség nem adatott meg, és az vesse rá az első követ, aki hűségesen tud viselkedni bizonyos szituációkban, ő tudott különben. Na most az a helyzet, hogy őt itt halálra ítélték. Hogy miért, őszintén szóval nem is tudom. Nem tudom a szövegét az ítéletnek. Hát, mint kulturális népbiztos, minden népbiztos eleve halálra ítéltek, lehet. Mit tudom én? Nem tudom, nem érdekes. Itt halálra ítélték, ő emigrált idejében. Aztán a Kun Béla mindig azt mondta, hogy azért, mert biztos volt benne, hogy itt majd lebukik, és akkor kivégzik, és akkor milyen jó lesz a Kun Bélának. Hogy a Kun Béla tényleg ekkora szörnyeteg volt-e, azt én nem tudom, de minden esetre hazaküldte pártmunkára, egy hónapig itten végezte a pártmunkáját, és olyan ügyes volt, hogy nem bukott le, és újra kiment. De Ausztrián és Németországon kívül valószínűleg persona non grata volt, nem nagyon lett volna lehetőség. Ezek olyan baloldali országokká lettek közvetlenül az első háború után. Nem nagyon lett volna lehetőség. Magyarán nem tudom, hogy mit csinált volna Anglia, ha ő kimegy Angliába. De ő attól félt, hogy kiadják a magyaroknak, franciák lelkesen, azok úgy utalták ezt az egészet, itt hát legyen még egy gyilkosság is a nyakukban. Na, szóval élt szépen 33-ig, közben kiment egyszer a Szovjetunióba, azt hiszem 30 és 31-ben ottan valami. Nem pártmunkát végzett, akkor már nem volt pártmunkás, hanem valami Marx, Engels, Lenin, Sztálin intézetben, nem tudom, hogy hívták az intézetet, dolgozott. Aztán megint, és 33-ban ugye bejött a Hitler. És hát sejtette, hogy ez Ausztriára is hatással is voltak, 38-ban keveredik, mert nem muszáj volt elmenni a Szovjetunióba. Ott pedig ő na most itt ezen túl nem tudom a történetet. Hazudott magának, vagy hazudott a világnak? Mert úgy gondolta, hogy ha már a világnak hazudok, akkor magamnak is hazudni kell. Vagy a világnak hazudott, de magának nem hazudott, de ez senkinek nem vallotta be, és akkor meg már az egész dolog mindegy. De ugye 12 év alatt nem arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy jó, háború végéig kénytelen vagyok itt maradni, aztán majd elmegyek. Még nem döntött el akkor, az utolsó pillanatban döntött el, hogy az NDK-ba megy, még nem volt NDK, de Kelet-Németországba, vagy Magyarországra. És akkor ottan szépen lassan, már akkor elkezdte volna írni az esztétikát, ugye? Ehelyett meggyőzte a fiatal magyar értelmiséget, a kifejezés még nem létezett, de a valóságosan létező szocializmus magas rendűségéről. És erről győzködte az embereket minden körülmények között egészen a haláláig. Pontosabban. Egészen addig a pillanatig, amíg írni tudott. Mert szóban akkor már megengedte, tudta, hogy nem tud írni. És akkor szóban megengedte, fölment, talán az utolsó látogatáson volt nálam, és azt mondja, Vajda,
Tudja, mire jöttem rá? Na, mire? Hogy maguknak van igazuk. Mondom, miben? Hogy ez egy zsákutca. Na, az jó, hogy most már ezt maga is tudja, mondom én. Azt mondja, nem baj, 400 év múlva újra kezdjük. Mondom, maga lehet, én nem. Persze lehet, hogy ő mérte föl jól a dolgokat. Lehet, hogyha ő kivonul a politikából, akkor azonnal kitalálnak valamit, ami miatt őt bekasztlizzák, netán fölakasztják. Hát ő megismerte a Szovjetunióban a dolog működését. Nem tudom, ez nagyon egy furcsa történet. Engem néha rám jön a nem tudom mi, a moralizálás, vagy valamilyen marhasa. És azt mondom, hogy hát miért? Hát akkor is tudtad, hogy itt azért rettenetesen sok a hazugság. Miért nem kérdeztél legalább rá, nem kellett volna vadul kritikailag neki rontani az öregnek? Hát ez a, ugye 50 évkor különbség, annyi, igen, pont 50 évkor különbség. Ez azért, ha már egyszerűt mentoromnak választottam, akkor valami tiszteletet megkövetel, de hát, hogy nem kérdeztél rá, hogy akkor az hogy is volt Lukács elvtárs, miért csinálta azt, hát nem látta, hogy, és így tovább, és tovább. Nem kérdeztem rá. Valószínűleg nem tőle féltem, hanem a barátaimtól ezt a mondatot most mondom ki először. Akik hinni akartak az öregben, és éppen ezért hesegették el maguktól a kérdéseket. Én nem hesegettem el, én csak nem tettem föl őket. Hát persze lehet, hogy ők is így voltak vele, de nem, amennyire én meg tudom ítélni. Ők hinni akartak az öregben. Na jó, hát nem abban, hogy egyetértettek volna vele a szörnyű politikai állásfoglalásait illetően, abban nem, de abban az értelemben, hogy hát az öreg életútja ilyen volt, és az öreg egy őszinte ember. Én is egy ideig akartam ezt hinni. Emlékszem, egyszer a vendégség volt Karácsony Gáboréknál. Ő aztán hát nagyon elkülönbözöttünk egymástól, és ott volt Tatár Gyuri, és akkor valahogy Lukácsra került a szó, és hát azt mondta, mind a kettő Karácsony és Tatár, ezért emlékszem őket, hogy egy velejéig romlott hazug ember. És én nagyon-nagyon vehemensen védtem meg az öreget, hogy én a dolgaiban, a politikai álláspontjában, talán a teoretikus álláspontják nagy részében sem értek vele együtt, de ő egy velejéig tisztességes ember. Na most ezt a mondatot ma nem mondanám, de ez nem azt jelenti, hogy egy velejéig tisztességtelen embernek érzem, hanem az, hogy elegem van ezekből a moralista vitákból, és meg valahogy így tudta leélni az életét, és nem ő kötelezett minket arra, hogy Lukács tanítványoknak nevezzük magunkat, hanem mi akartunk Lukács tanítványok lenni, és azért akartunk Lukács tanítványok lenni, mert úgy gondoltuk, hogy az egyetlen olyan hát idősebb figura ebben az országban, aki a filozófián belül jelentett mindenképpen valamit, hát nem véletlenül kezdett el mindegyikünk foglalkozni a fiatal Lukáccsal később. Még élt, amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni. Ezért kerülünk hozzá, meg hát valahol talán a tudat alatt, vagy a tudat előttesben arra is gondoltunk, hogy akárhogy is viszonyul ő hozzá a párt, az ő hozzá való tartozás minket valamiféle formában megvéd. És így is volt. Igaz, hogy a végén, hogy a 65 után, mikor adta azt a Lunita interjút, attól kezdve megint jó fiú volt a pártnál. Azért egy 80 év körüli emberről beszélgetünk, azt ne felejtsük el, ugye,
sőt, már 80 fölötti emberről, és hát magányos emberről, a Gertrude halála után ő nagyon elmagányosodott, és hát úgy valahogy ezek a legközelebb álló tanítványok, ezek nagyon tudták őt befolyásolni. Én egyrészt valószínűleg nem is álltam olyan közel a szívéhez, mint mondjuk a Heller meg a Fehér. Egyrészt, de másrészt nekem ezt magában nem volt befolyásolni akarni. No, jó, meg voltam vele, kedves, jó öreg ember volt. Múltkorjában hosszan gondolkodtam rajta, hogy mennyiben vagyok én Lukács tanítvány. Hát tanítvány semmiben, azt hiszem. Ezzel szemben a Lukács köréhez tartoztam, ezt nem fogom tagadni, és azt sem fogom tagadni, hogy szerettem ezt az öregembert, és azt sem fogom tagadni, hogy szeretetem okán vagy önző érdekből nem tettem föl neki azokat a kérdéseket, amelyeket föl kellett volna tenni. Éljünk egy diktatúrában úgy, mintha szabad emberek lennénk. Ezt én nagyon szívesen kiterjeszteném, és mondanék egy másik mondatot, ami úgy hangzik, hogy éljünk emberi környezetünkben úgy, mintha szabad emberek lennénk, de sokkal nehezebb. A politikai hatalommal szembeszállni, hát valami bátorság talán szükségeltetik, vagy mit tudom én, a legönösebb érdekeknek a kizárása, de a szeretteinkkel szembeszállni. Na most meg kell, hogy mondjam, hogy ebben a tekintetben az öregnek néha voltak okos mondások, például azt mondta, hogy ez könnyű dolog az osztályfőnöknek nemet mondani, az osztálytársaknak az a nehéz. Na így van ez egy kicsit.